Oszlopos korai juharfákat ültetnek majd a Tátra és Torontári utcában kivágott fák helyére. Az új növények fajtájáról a lakók dönthettek, a terület önkormányzati képviselője szavazást indított. Szakmai javaslat alapján három lehetőség közül választhattak az ott élők, több mint 100 szavazat érkezett. Itt le volt írva, hogy háromféle fát választhatnak, ugye, amelyik a legszimpatikusabb, egy kis képpel, leírással, és akkor az időpont, hogy meddig juttathatják vissza. Több mint 100 helyi lakó küldte vissza szavazatát arról, hogy milyen fákat szeretne a már kivágásra került jegenye nyárfák helyére. Képen láthatták, hogyan fog majd kinézni a már megnőtt fasor. Szavazataik alapján eldőlt, hogy melyik fa díszíti majd a két utcát. Az oszlopos korai juhart választották végül a lakók. Ez egy ilyen kicsi sárga virágzattal rendelkező fa. Itt a virágok ugye tavasszal az első között nyílnak a fán, és akkor ez ilyen tenyérnyi méretű, ugye szép zöld leveleket ereszt. Ennek is oszlopos a növekedése, mint az előző fának, de azért maximum 10-15 méterre fog megnőni majd egy röpke 30-40 év alatt. Tavasz elején nagy beavatkozás történt a két utcában. A korhadásnak indult veszélyes fákat kivágták, helyükre csaknem 100 új csemete kerül majd. A felültetési program azonban nem csak ezt a környéket érinti, hanem egész Miskolcot. Nagyon fontos kérdés, amiben majd a Magyar Közútkezelővel leülünk és egyeztetnünk szükséges, az pedig a városba beérkező fő közlekedési utak mentén lévő növényzet, vagy annak a hiánya. Tehát gondolok akár a Pesti útra, akár a József Attila utcára, gyakorlatilag sivár és szinte növénytelen végig a bevezető szakasz, ahol a városba beérkezünk. A Szentpéteri kapu térségében talán egy kicsit jobb a helyzet valamivel, de ott is felújításra és rekultivációra szorul a növényzet. A következő években a város fásítása ütemterv szerint halad majd.